a Mózes első könyve 19. részének 12. és következő verseiben így szól az ige. Ezt mondták a férfiak Lótnak. Ki van még itt hozzád tartozó? Vejeidet, fiaidat, leányaidat és mindenedet, ami a tied a városban, vidd ki el a helyről. Mert mi elvettük, Úr küldött minket, hogy elveszítsük ezt. Kiment azért Lót és szólt az ő vejeinek, akik az ő leányait elvették, és mondta: keljetek föl, menjetek ki a helyből, mert elveszti az Úr a várost, de az ő hőinek úgy tetszett, mintha tréfán. És amikor a hajnal feljött, sürgették az angyalok Lótot mondván: kelj föl, vedd a feleségedet és jelenlevő két leányodat, hogy el ne vesz a városnak bűne miatt. Mikor pedig késedelmeskedtek, megragadták a férfiak az ő kezét és az ő feleségének kezét, jelenlevő két leányodat, hogy el ne vesz a városnak bűne miatt. Mikor pedig késedelmeskedtek, megragadták a férfiak az ő kezét és az ő feleségének kezét és két leányának kezét, az Úrnak iránta való irgalmából, és kivitték őt, és ott hagyták a városon kívül. És amikor kivitték őket, ezt mondta az egyik: menj meg a te életedet, hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken, a hegyen menekülj, hogy el ne vesz. És bocsátott az Úr Sodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól, az égből. És elsüllyesztette Ham a városokat és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosát és a föld növényeit is. És hátra tekintett az ő felesége, és sóbálványá lett. Kedves testvérek, az Ószövetség asszonyai sorában Lót feleségével foglalkozzunk ma este. Nem ismerjük a nevét, nem is ír róla ezen kívül másutt az Ószövetség, csak ennyit tudunk róla, valamint azt, hogy Jézus egyszer említette őt, amikor a hallgatói így figyelmeztette: emlékezzetek Lót feleségére. Ha az Úr Jézus is emlékeztet minket valakinek az életére, akkor abból valami fontosat tanulhatunk meg, ezt próbáljuk ma este magunkkal vinni. Három fejezetre hoztam a mondani valót. Először az előzményekről valamit, amik Lót feleségének a pusztulásához vezettek, azután ennek az asszonynak a pusztulásáról, és végül arról, amit Jézus mondott róla. Mik voltak az előzmények? Lót Ábrahám testvérének a fia volt, akinek az édesapja fiatalon meghalt, és az árva fiút Ábrahám magához vette, és mintegy a saját fiaként nevelgette. Aztán felnőtt, családot alapított, megszaporodtak a nyájai, és állandó vita volt Ábrahám pásztorai és Lótnak a pásztorai között. Ábrahám a tőle megszokott bölcsességgel véget akart vetni ennek a vitának, és meg akarta előzni, hogy elmérgesedjék a kapcsolat közöttük. Egy szép napon azt mondta Lótnak, hogy gyere föl egy dombocskára, nézd körül, és választ ki magadnak azt a területet, amelyik csak a tied lesz. Én meg elmegyek a másik irányba. Ha te jobbra mész, én balra megyek, ha te balra, én jobbra. Ne vitatkozzunk, önállósítsd, függetlenítsd magad egészen. Tetszett az ajánlat Lótnak, noha szokatlan volt, mert abban az időben mindig az idősebb választott. Ábrahám nagyvonalú volt, előzékeny volt, Ábrahám gazdag volt az Istenben, nem féltette magát, átengedte Lótnak az elsőbséget, illet volna visszautasítania, de nem ezt tette, hanem azt olvassuk, hogy felemelte az ő szemeit, körülnézett, és a Jordán völgyét választotta, ahol messziről is látszott, hogy dús legelők vannak, és zöld a fű. Így ő odament, ott ezen a vidéken feküdt Sodoma és Gomorra városa is, Ábrahám pedig elment a gyengébb legelőre, beérte a rosszabbik résztel is. Ez lett a veszte Lótnak. Sodoma már akkor is nagyon rossz hírű város volt, messze híres volt a szakkönyvekben, ma is
szodomizmusnak neveznek sok olyan perverzitást, főleg szexuális perverzitásokat, amik ott napjelenben voltak. Ebből a fejezetből is kiderül egyébként, hogy általános volt a homoszexualitás, amit ma igyekeznek egyre jobban törvényesíteni és elfogadni, sőt propagálni. Külföldi egyházi labban olvastam olyan cikket, amelyik egyenesen ajánlja, propagálja. Nos, nincs új a nap alatt, ezt már Sodomában is kipróbálták, de mi ismerjük, hogy Istennek mi a véleménye erről, Isten igéje világosan szól erről. Akkor is tudták már az emberek, hogy mi az isteni rend. Sodoma az isteni renddel szemben lázadt, az egész város úgy egyetemben. Ez tudhatta Lót, ennek híre volt a környéken, mégis azt választotta, és oda költöztek be. Ez lett aztán a veszte. De miért lett a veszte, hiszen olyan körültekintően döntött így. Olyan sokat mond ez a kifejezés, hogy nem vágja rá a választ azonnal Ábrahám kérdésére, hanem fölemeli a tekintetés és körülnéz. Mérlegel. Számba veszi a szempontokat. Mi jó, mi jó, mi rossz. És a jót akarja választani. Az, ami számára ígéretes és kívánatos. Igen ám csak, hogy Lót Ábrahám mellett járt néhány osztályt Isten iskolájából. És ott igazán megtanulhatta volna azt, amit a nagybátyja szakadatlanul gyakorolt, hogy mielőtt döntött, nem csak fölemelte a tekintetét, hanem legalább egy pillanatra lehúnyta a szemét. És nem ő mérlegelte a helyzetet, hanem az Úrtól kérdezte, hogy mi a helyzet. És nem ő választott, hanem az Úr akaratát tudakolta, hogy mit válasszon. Ezt Lót megtanulhatta volna, de nem tanulta meg. Vajon nekünk lelki beidegződésünké vált-e már az, hogy mielőtt döntök, nem csak fölemelem a tekintetemet, hanem lehúnyom a szememet. Mi fontosabb a számunkra? Az, hogy az én mérlegelésem eredménye mit mutat, vagy az, hogy Isten akarata mit? Az lesz a boldog ember, aki eljut oda az alázatnak arra a magas fokára, hogy tudja magáról, hogy eleve semmit sem tud. Nem tudom eleve, hogy mi jó, mi rossz. Nem tudom, hogy adott esetben mi az én utam, mi az én feladatom. Hanem újra és újra teljes bizalommal kérdezem, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? És ha Isten a szemmel láthatóan nehezebb részt ajánlja, akkor is azt vállalom és fogadom el bizalommal. Miért? Mert Lót, amikor fölemelte a tekintetét és körülnézett, csak a füvet látta, ami ott nőtt. De az Úr már a tüzet is látta, ami ott majd fölcsön, Sodoma és Gomora elpusztulásakor. Az Úr mérhetetlenül többet lát, és az imádkozó embert megtanítja az ő szemével látni a valóságot. Az imádság mindig Isten közelbe emel, és magasabbról messzebb látunk. Áttekintésünk van, az összefüggéseket is látjuk. Nem csak jelenségeket észlelünk, hanem a lényeget érzékeljük, és így tudunk dönteni. Aki ezt hiszi és gyakorolja, az egyfajta szent rettenet fogja el mindig, amikor emberek enélkül mernek dönteni. Hogy nem látja a valóságot, és maga biztosan dönt. Hogy a valóságnak csak egy kicsi részén tájékozódott, és azt hiszi, hogy tudja, mi a jó és mi a rossz. Hogy nem kérdezte az Urat, és maga biztosan úgy véli, hogy ő helyesen tud így dönteni. Isten iskolájában az alázatot tanulja meg először az ember. De aki alázatos, az lát többet. És aki hisz igazán, az lát mindent. A láthatókon túl a láthatatlanokat is. Lótnak ez a rossz döntése, Isten nélküli döntése vezetett oda, hogy azután belekerültek ők is a nagy ítéletbe, és nem menekülhettek ki mindnyájan abból az ítéletből. Meg lehet szokni azt, hogy Isten nélkül döntök,
és meg lehet szokni azt, hogy én kérdezem az Urat, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem. Nem úgy kérdezem, hogy már előtte tudom, hogy mit fogok cselekedni, hanem úgy, hogy újra és újra átélem, hogy nem tudom eleve, hogy mit kell tennem. Vannak elképzeléseim, megmozdult az akaratom, el is mondtam az imádságban, de mindenképpen ez az alapállásom, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Tanuljuk meg ezt, neveljük rá magunkat, engedjük, hogy Isten lelke a hitünket rászoktassa erre, hogy minden döntés előtt lehunyom a szemem, kérdezek, figyelek, és aztán, ha megértettem, engedelmeskedem. Akkor is, ha azzal keresztül húzta az én akaratom, biztos, hogy jobb lesz, mint az enyém. Mert csak az ő akarata jó akarat. És ő mindig jobban tudja, mi jó nekünk, mi magunk. Olyan szomorúan és sokszor tehetetlenül kell néznünk azt, hogy fiatalok, még olyanok is, akik kiejtik Isten nevét, vagy játszanak az ő nevével, vagy azt gondolják, hogy hisznek benne, vagy tényleg hisznek benne, csak épp az uralmat nem adták át neki az életük fölött, belemelnek menni egy házasságba, úgyhogy nem kérdezik az Urat. Elmerik dönteni, hogy mi legyen a hivatásuk. Úgyhogy csak körül tekintettek, de nem hunyták le szemüket az Úr előtt. Mernek munkahelyet változtatni, úgyhogy nem kérdezték, hogy Uram, hol akarsz te használni engem? Hol fogsz megáldani és áldását? Kis és nagy döntések előtt a hívő ember magatartása az, hogy körültekint ugyan, és körültekintően igyekszik dönteni, de a döntő mégiscsak az, hogy a csendben, az Úr előtt állva lehunyt szemmel, mit értett meg, és azt fogja csinálni. Hát Lót nem ezt csinálta. És itt jön a második fejezet, ami aztán az ő feleségének a pusztulásához vezetett. Oda költöztek tehát Sodomába, sőt, amikor egyszer Kedor Laomer király elhurcolta onnan a lakosságot, és Ábrahám megszabadította Sodoma lakosait az ő kezéből, akkor is visszamentek még egyszer oda, pedig akkor már némi tapasztalatokat gyűjthettek, hogy milyen a szodomizmus. Mégis visszamentek oda, sőt, azt tudjuk meg a fejezet elejéről, hogy Lót a városi tanácsnak is tagjává lett. Tekintélyes ember lett, ami azt jelenti, hogy asszimilálódott. Azonosult mindenképpen az ottaniakkal. Sokszor elhitetik ám maguktól még Isten gyermekei is, hogy azért mennek bele egy Isten nélkül hozott döntésbe, azért kötnek szövetséget Isten ellenségeivel, vagy Isten nélkül élő emberekkel is, azért keverednek bele Isten nélküli ügyekbe, hogy ők ott majd valami jót tudnak tenni. Hogy ők ott áldássá lesznek, hogy ők befolyásolják az istenteleneket. Csak azt tudod áldássá lenni, akit az Úr küldött oda. Jónás Ninivében végül is áldássá lett, mert az Úr küldte oda. De amikor én szeretnék oda menni, és gyártok egy ilyen ideológiát, hogy ez biztos az Úrtól van, mert nagy akadályok nem támadtak előtte, akkor az azt jelenti, hogy jóvá akarom hagyatni vele a magam akaratát. És úgy nem leszek áldássá, ahol nélküle mentem. Nos, Lót se lett áldássá. Ez bizonyítja az is, hogy amikor Ábrahám könyörög a városért, és végül is 10-ig lemegy az 50-ről, hogy ha 10 igaz van, ugye nem pusztítod el, Uram, a várost, mégis elpusztul a város, nincs 10 istenfélő ember Sodomában. Tehát Lótnak nem sikerült megnyernie az Úr számára a családján kívül 4-5 embert sem. Ennyire nem lett áldássá. Isten nélkül nem lehet. A bűn elhatalmasodott Sodomában, és az ítélet bekövetkezett. Mert Isten nem hagyja a bűnt büntetés nélkül. Sokáig vár, sokszor figyelmezteti a bűnöst, de a bűnt ítélet követi. Ez egészen bizonyos, az ige erről nagyon világosan beszél. Lótot és családját azonban meg akarja menteni. Miért? Ez külön az Isten nagy kegyelme, amiért mindnyájan hálát adhatunk ma este, és gondolhatunk nevekre, akiket felhasznált ebben. Miért akarja őket megmenteni? Ezt olvassuk a 29. versben. Amikor elveszítette Isten annak a környéknek a városait, megemlékezett Isten Ábrahámról,
és kiküldötte Lótot a veszedelemből, mikor elsüllyesztette azokat a városokat. Ábrahám hite van az Úr előtt, ő érette könyörül Lóton, Lótért könyörül a szeretteim. Lót felesége önmagában nem kedves az Úr előtt. Lót kedves, mert Ábrahám kedves. Sokkal nagyobb összefüggésben adjunk hálát azért, hogy én ugyan nem vagyok kedves, de az ő egyszülött fia kedves, és ő érte, könyörül rajtam, és rajtad, és mindnyájunkat. Jézusért kész kimenteni mindannyiunkat a biztos pusztulásból, az ítélet alól. És talán vannak a mi életünkben is olyanok, akiknek a csöndes hitéért, talán egy életen át vállalt bőjtjéért, megszentelt tiszta életéért, buzgó imádságáért, könyörül rajtunk az Úr. S vajon kiken könyörül, mi életünk? Úgy állunk-e mi is ő előtte, mint ahogy Ábrahám végig imádkozta azt a napot és éjszakát, és másnap hajnalban már megint ott volt, és nézett a város felé, hogy van-e vajon tíz elpusztul, vagy nem? Másokért megment az Isten olyanokat, akik nem hisznek ő benne. Nos, Lót feleségét is így készült megmenteni. Rendkívüli helyzete volt ennek az asszonynak. Kivételezések sorozata. Hallhatott Istenről, a férjének ilyen nagybátyja volt, hangzott érte az imádság, akkor is, ha ő teljesen sodomita lett már. Az Úr angyalokat küld a házába, hogy kimentsék őt. Az angyalok nem hajthatják végre az ítéletet addig, amíg Lót és családja nem menekült ki a városból. Áll az egész, és már könyörögnek nekik, hogy ne késlekedj már, gyerünk, gyerünk, mert hajnalig végre kell hajtani az ítéletet, de addig nem kezdhetjük meg, míg ti itt vagytok. És akkor Lót felesége ott ráérősen patolászik. Végül is az angyalok türelme elfogy, megfogják a kezét, meg Lót kezét, meg a két lány kezét. A két bő kinevette Lótot, azt hitték, hogy tréfál, mikor az ítéletről beszélt nekik. És őket, négyüket kivonszolják erőszakkal a városból, mert most már feltarthatatlanul jön az ítélet. És kapnak egy világos parancsot is, hát ha ne tekints, menj meg az életedet, ne állj meg a környéken, a hegyen menekülj, hogy elnevesz. Világos a parancs, világos az Isten irántuk való irgalma, ahogy itt olvastuk, az Isten irántuk való nagy irgalmasságából ragadták ki erőszakkal az ítéletből az angyalok őket. Minden megvan ahhoz, hogy megmenekülhessenek. És ez az asszony mégis elpusztul. Miért? Először is azért, mert a világos isteni parancsot megszegi. Így szólt a parancs, hogy hátra ne tekints. Ő pedig mégis hátra nézett, és ebben a pillanatban elpusztult. Hány világos isteni parancsot tudnánk mi akár könyv nélkül aranymondásként felmondani, és mégsem veszük komolyan azokat. Könyörögjünk ma este, hogy mutassa meg Isten nekünk azokat a tiszta, megértett igei utasításokat, amiknek nem engedelmeskedünk. Ezek rettenetes ítéletté válnak mindannyiunkban. Ugyanakkor a komolyan vett ige megmenti az ember életét. Nem hitt az igének. Aztán kiderül az egész viselkedéseiből, hogy ő nem akar kimenni tulajdonképpen Sodomából. És Jézus ezt a mi nem akarásunkat veti a szemünkre a legkeményebben. A János 5.40-ben olvassuk azt, hogy nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Amikor emberek azt mondják, hogy kérem, én nem tudok hinni, akkor mindig ez az ige jut eszembe, és olyan sokszor tapasztaltam is már, hogy nem az a baj, hogy nem tud hinni, nem akar hinni. A legtöbben azok közül, akik azt mondják, hogy én szeretnék, de nem tudok hinni, nem hajlandóak például eljönni igét hallgatni. Hiába mondom, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által, ez az út vezet a hithez, tessék hallgatni az Isten szeretetéről szóló bizonyságtételt. Nem érek rá, anélkül is lehet, nem szoktam, sose voltam, stb. Jönnek a kifogások. Nem akar hinni. Ez az igazság.
És amikor mi panaszkodunk, gyakorlunk Istennek sok minden miatt, hogy nem tudjuk, a valóság nagyon gyakran az, hogy nem akarjuk. Nem akarod letenni, abba hagyni, szakítani vele, újat kezdeni, komolyan venni, rendszeressé tenni, nem akarom. Úgy játszom a gondolattal, tudom, hogy jobb lenne, elhiszem, hogy igaz, amit az ige arról mond, de nem akarom kipróbálni. Ha akarnám, elkezdeném ma. És amit mi igazán akarunk, arra van időnk, mindig a legnagyobb zsúfoltságban és a legzsúfoltabb program közt is, amit mi akarunk, azt megvalósítjuk. Nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen, mondja Jézus. Lót felesége nem akart kimenni Sodomából. Ezért kellett erőszakkal vinni. Persze sokszor az a baj, hogy köt minket a múltunk. Vonz a múltunk. És amire néz az ember, annak a vonzásába kerül. Aki nem a szabadító Istenre néz, aki őt kiragadja a veszedelemből, hanem visszafelé néz, azt nem a szabadító Isten kezdi vonzani, hanem a múltja tartja vissza és vonz. Látom ezt olyanoknál, akik szeretnének egy-egy szenvedélyüktől vagy bűnüktől szabadulni, ugyanakkor mégis szinte megbabonázza őket, mert vagy nem hitik, hogy lehet abból szabadulni, vagy a szívük mélyén sajnálják, hogy végleg szakítsanak vele, vagy esetleg attól tartanak, hogy mit fognak szólni azok, akik így szokták meg őket, hogy ők ilyenek. Most egy új ember áll elő, azt meg kell magyarázni mindig, nem dőlt el végérvényesen, hogy szakítani akar. Visszafelé néznek, és nem előre. És amire néz az ember, annak a vonzásában marad. Ezért mondja Pál apostol, hogy én a hátam mögött levőket elfelejtem. Előttem levőknek meg nekik dőlök, és célegyenest igyekszem előre a Jézus Krisztus elkészített jutalmának. A hátam mögött levőket elfelejtem. Bűnöket, szokásokat, beidegződéseket, embereket, arcokat, emlékeket, ami akkor volt, nincs mindent. Miért? Hogy mentsem az életemet. Ezt mondják az angyalok. Hát, ha ne tekints, mentsd meg az életedet. Hát, ha tekinteni életveszélyes mozdulat a lelki dolgokban is, a hitnek az útján is. Egy légtornász mondott el egyszer, hogy külön tanítják őket arra, hogy amikor egyik trapézről a másikra, vagy akármi ilyen szerkentőre átugranak, hogy kell elengedni azt, amelyikről átugranak. Nem csak az, hogy bemérjék a távolságot és pontosan elkapják, hanem az, hogy határozottan és a kellő pillanatban elengedjék. Mert ettől fél mindenki elengedni azt, amit már fogok, és ami most tart engem. És a bizonytalanba ugrani, és ott elkapni valamit. Na de nem tudom elkapni, ha nem engedem el. És ezt talán már tapasztaltuk kisebb és nagyobb dolgokban, hogy amikor kétfelé kapkodunk, és nem tudunk dönteni, abból mindig baj lesz. Ott kerül a két kocsi közé az ember, amikor nem tudja, hogy melyikre lépjen fel. Amikor nem tudom határozottan elengedni, hogy szabad legyek arra, hogy a másik megtartson. Amikor valaki nem válik szabaddá arra, hogy megszabadítsa őt Isten. Egészen szabadok vagyunk-e mi most ebben a pillanatban arra, hogy Isten mindentől megszabadítson minket, ami köt. Fantasztikus sötétségek kötnek ám hívő embereket is, magamról tudom. Isten szabadítása egy életen át tart, de akarjuk-e mi, hogy mindentől megszabadítson, ami kötelék? Vagy vannak dédelgetett kötelékeink, amiket a szívünk mélyén sajnálunk, mint ahogy Lót felesége sajnálta otthagyni ezt a várost. És a harmadik az, amit Jézus mond róla. Nagyon elgondolkozható az az összefüggés, ahol Jézus Lót feleségére emlékeztet. Így olvassuk ezt a Lukács evangélium a 17. részének 28. és következő verseiben. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amelyik napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elveszített. Ugyanígy lesz azon a napon, amelyen az embernek fia megjelenik. Aznap, aki a háztetőn lesz, és az ő holmija a házban, ne szálljon le, hogy elvigye,
és aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra. Emlékezzetek Lót feleségére. Aki igyekszik az ő életét megtartani, elveszti azt, és aki elveszti azt, megeleveníti azt. Mint a Lót napjaiban. Ettek, ittak, vettek, adtak, házasodtak, ültettek, mint így tavasszal kiskertekben, építettek, és egyszer csak hirtelen jött az ítélet. És néhány ember még halhatta idejében, és lett volna idejük megmenekülni. De Lót vőinek úgy tűnt, mintha tréf állna az örök. És ott pusztultak el. Azt mondja Jézus, ugyanígy lesz, amikor az ember fia megjelenik. Vagyis megy az élet, eszünk, hiszünk, házasodunk, elválunk, ültetünk, kivágunk, építünk, rombolunk, és egyszer csak megjelenik az embernek fia. És abban a pillanatban minden fölösleges teherré válik, csak az élet lesz fontos. Képen vagyunk-e mi erre a váratlan pillanatra? Menj meg az életedet, ne nézd hátra, a hegyre menekülj. Amikor ezt a sort olvastam innen a Biblia elejéről, nagyon élesen egy hegy jutott eszembe, amiről az evangéliumok szólnak, a Golgota hegye, amelyiken azért állítottak fel egy keresztet, hogy oda menekülhessen mindenki. Az egyetlen és biztos menedék mindazoknak, akiknek csak ugyanaz életük a legfontosabb. Akiknek a szívük nem Sodomában van. Ahol van a ti szívetek, ott van a ti kincsetek is, mondja Jézus. Hol van a mi szívünk? És mi a mi kincsünk? Így lesz az ember fiának megjelenésekor. Ma még van időnk, ma még hangzik a szabadításra hívó szó, a szabadulás lehetőségéről szóló evangélium. Akarunk-e mi egészen szabadokká válni az ő számára? Imádkozzunk, hogy hozzánk is küldesz angyalt, köszönjük a te küldötteidet, akiktől hallhattuk eddig a szabadító evangéliumot. Köszönjük, hogy a te igéd világosan szól arról, hogy a bűnt ítélet követi. De áldunk azért, hogy azt is tudhatjuk, te elszenvedted a mi halálos ítéletünket, Jézus Krisztus. És így lett a Golgota keresztje, a mi biztos menedékünk is. Taníts minket hittel újra és újra oda menekülni. Szabadíts meg minket mindattól, amit fölösleges teherként cipelünk. Taníts minket imádkozni, hogy ne csak körül tekintsünk, hanem tudjunk szemlehunyva, csendben állni előtted, és így magasabbról messzebbre látni, a láthatókon túl a láthatatlanokat is komolyan venni. Igazán számolni veled, és bizalommal számítani rád. Így készíts föl minket arra a napra, amelyen majd váratlanul és nagy dicsőségben megjelent, ítélni élőket és holtakat. Köszönjük, hogy aki benned hisz, az nem megy az ítéletre, mert már átment a halálból az életbe. Mutasd meg nekünk egészen világosan ma este, hogy átmentünk-e már az életbe. És ha igen, erősíts meg minket az új életben. Ha nem, ami akaratunkat is tett készté, hogy ezentúl veled járjunk, neked éljünk, és így váljunk vissza téged élő reménységgel. Könyörgünk, Urunk, azokért, akiknek most különösen nagy szükségük van a te szabadításodra. Könyörgünk hozzád két kicsi gyermekért, akik súlyos műtét után, illetve előtt vannak. Köszönjük, hogy te vagy az ő gyógyítójuk, és szüleik erősítők.